Professzor úr, a növényélettan, a növények környezettel való kapcsolatának a tudománya a 17. században indult el. Ez az eszköztár folyamatosan bővült. Biofizika, biokémia, növénynemesítésről nem is beszélve, számos magyar eredmény és tudós munkája fekszik ebben benne. Ma elérkeztünk a géntechnológiához. A múlt században volt egyetlen törés, mikor a Szovjetunióban meg akarták szüntetni ezt az egész tudományt, ami átterjedt persze akkor a szocialista országokra. Most, hogy a Magyarországgyűlés új alkotmány elfogadására készül, olyan törekvések is megjelentek ma, hogy alkotmányba tegyük bele, hogy tilos a géntechnológia Magyarországon. Mi a véleménye az Egyesület elnökének? Ez egy nagyon érdekes és tulajdonképpen számomra is megfejthetetlen kérdés, hiszen egyértelmű az, hogy a növények és a növények nemesítése az egy nagyon fontos eleme a környezetvédelemnek. Tehát akárha globális szinten nézzük, hogyha 9 milliárd embert akarunk etetni 2050-ben, akkor meg kell duplázni az élelmiszertermelést. Ez pedig azt jelenti, hogy a növények nélkül ez nem megy. A másik nagy kihívás ugye, hogy csökkenteni akarjuk a széndioxid kibocsátást. Zöld energiára van szükségünk. Itt olyan megoldások kellenek, amelyek nem azt eredményezik, hogy élelmiszer céljára felhasználható terményekből állítunk elő bioenergiát. Tehát tulajdonképpen egyedül csak a tudomány és a tudományos kutatás eredményei tudják áthidalni ezeket a problémákat és valójában megoldani az alapvető környezetvédelmi és egyben globális problémákat. Na most a növénynemesítés egész eddigi sikere annak köszönhető, hogy a növénynemesítők mindig támaszkodtak a tudományos felfedezésekre. Gondoljunk csak arra, hogy rájöttek az elődeink arra, hogyha a kromoszomák számát, az örökítő anyagot hordozó testecskék számát megduplázzuk, megsokszorozzuk, úgynevezett poliploid növényeket állítunk elő, akkor annak a termése nő. Ez például egy nagyon fontos felfedezés volt. De ugyanilyen fontos felfedezése magának az öröklődés alapjainak a megismerése. Ráadásul a növények teljesítményét úgynevezett mennyiségi tulajdonságok határozzák meg, tehát nem egy gén, hanem sok gén együttese határozza meg. És most elérkeztünk a genomika korszakába. Ugye a 70-es években került felfedezésre a legtöbb alapvető eleme a rekombináns DNS módszereknek. Ezek lehetővé tették azt, hogy géneket lehet izolálni, nem csak baktériumokból és emberből, hanem növényekből is. És elindult a növényi génsebészet. És ezzel alapvetően új helyzet teremtődött a növénynemesítésben, és mivel ezek új típusú növények, ezek új agrotechnológiák használatát is jelenti, és hát a legújabb statisztika, ami napokban jelent meg, szerint 2010-ben 148 millió hektáron 14 millió gazda használta a géntechnológiával nemesített növényeket. Professzor úr, akkor a magyar gazdáknak, a termelőknek, a növénytermesztőknek nem kell félniük ettől az új technológiától? Nem kell attól félniük, hogy esetleg ez a Michurin-Lisenko féle vonalvezetés elveri az ő lehetőségeiket és a termésbiztonságot hát lenyomja? És a másik dolog, amire még szeretném, ha reagálna, hogy a környezet védelem szempontjából, mert a reális zöldek úgy gondolják, hogy ez egy eléggé környezetbarát, sőt, sokkal környezetbarátabb megoldás. A szójabab nagy részét már a világon így termesztik. Igen, tehát
egy fura, ellentmondásos helyzet van a magyar gazdák lehetőségeit tekintve, hiszen kizárta a politika és lényegében a közvélemény is a gazdákat attól a lehetőségtől elzárta, hogy kipróbálják ezeket a növényeket. Ugye már önmagában az egy furcsa, hogy annyira fölkapott és annyira vitatott és annyira az érdeklődés középpontjában van ez a kérdés, és közben az Európai Unió által engedélyezett két növény, egy kukoricamoly ellenálló hibrid, illetve egy keményítő összetételben megváltozott burgonya, egyike sem érdekes, marginális jelentőségű a magyar mezőgazdaság és a magyar gazdák számára. Ennek ellenére hatalmas nagy felháborodás, cirkusz és törvényi szabályozás, följelentések zajlanak, és közben pedig gyakorlatilag igazán a gazdáknak csak fel kéne készülni ezeknek a technológiáknak a használatára. Nem nevetséges az, hogyha egy gabonatermesztő szövetségnek, vagy a gabonatermesztőknek meg akarjuk mutatni, vagy ők meg akarják nézni a GM kukorica táblákat, akkor Romániába vagy Szlovákiába kell átmenni ahhoz, hogy egyáltalán ilyen növényeket a földeken láthassanak. Tehát tulajdonképpen a gazdáknak a technológia és a fajta választási lehetőségeit korlátozza ez a politika, ami biztos, hogy árt a magyar agrárinnovációnak. Elég szép statisztikai adatok igazolják azt, hogy mind a széndioxid kibocsátás, mind pedig a kémiai vegyszer felhasználás jelentősen csökkent a GM növények világméretű elterjedése következtében. Ami igazán fordulópontot és a legkritikusabb kérdést jelenti majd a jövőben, ez a kukorica-bogár ellenálló hibrideknek az európai engedélyezése. Tudnék, abban a pillanatban, amikor ez a kártevő nem csak vegyszerekkel írható, hanem géntechnológiával megvalósított hibrideket használva, akkor a gazdák is, magyar gazdák is nagyon érdekeltek lesznek, hiszen jelenleg évente 4 milliárd forintot költenek a magyar gazdák a kémiai növényvédő védekezésre, csávázásra, permetezésre. Tehát gondoljunk bele abba, hogy milyen gazdasági előnye van ennek, és milyen környezetvédelmi előnye, hiszen ezt a vegyszer terhelést mellőzni lehet. Egyszerűen érthetetlen az, hogy miért épp a zöld mozgalmak azok, amelyek ideológiai, koncepcionális alapon ellenzik a géntechnológia nemesítési felhasználását. Professzor úr zöld mozgalmakat említett, tehát a zöld mozgalom az nem egy egységes társaság. A reális zöldek hasonlóan vélekedik, ugye, és küszködik már immár 20 éve a vízlőcsőkért, a vizek visszatartása érdekében. Szinte párhuzamot látok a Biotechnológiai Egyesület küzdelme és a reális zöldek küzdelme között. Kérdésem, hogy látja professzor úr, ez a két egyesület, mondjuk úgy közösen, milyen irányban, hogy tudna lobbizni? Hát önök a GM ügyében, mi a vízlépcsők ügyében, hogy itt a politikát helyre tegyük, és tényleg, hogy látja ezt a küzdelmet? Őszintén be kell vallanunk, hogy az eddigi erőfeszítéseink, ami már évtizeden túlnyúló aktivitás jelent, sikertelenek voltak. A jelenlegi és az előző kormányok, minisztériumi hivatalnokok mind ellenzik a géntechnológiát, és az Európai Uniós megjelenésünk és állásfoglalásunk is géntechnológia ellenes. Egyszerűen én szerintem az a probléma, hogy mi kutatók vagyunk, és nem tudjuk kezelni ezt az összetett, bonyolult kérdést. Tehát lehet, hogy a két egyesület együttműködésével olyan professzionális
háttérhez jutunk, amelyik segít ezeknek a dolgoknak a kezelésébe. Tehát a Biotechnológiai Egyesület és a lényegében az egy kutatói közösségnek az aktivitása, tehát azok a kutatók, akik felelősséget éreznek azért, hogy a több évtizeden át végzett kutató munkájuk eredménye alapján egy korrekt, reális, valós helyzetet tárjanak föl a politikusok előtt, ennek megvan a technológiája. Mi partnerek vagyunk minden olyan tevékenységben, amely segít meggyőzni a társadalmat is, a politikai döntéshozókat is abban a kérdésben, hogy tényleg a realitás alapján ítéljük meg ezeket a problémákat. Tehát egyszerűen egy ideológiai háború van. Nagyon jól említette azt, hogy lényegében visszaidéződnek a Micsurini-Lisenkói érának a koncepciói, megvalósítási megoldásai, hiszen ott is arról volt szó, hogy egy ideológia, egy politika, még ráadásul a sztálini hatalom és a fegyvereknek a támogatásával rákényszerítette a növénynemesítőket arra, hogy milyen eszközöket használjanak a nemesítésbe. Akkor az időben vegetatív hibridizációt és a jaruvizációt tekintették a hivatalos nemesítési módszer. Miért nem bízunk a magyar gazdákban, a magyar nemesítőkben, hogy ők válasszák meg a technológiákat, és nem kellene ezt a kampányt folytatni. És hát én bízom abba, hogy a zöld mozgalmak is előbb-utóbb eljutnak arra a pontra, amikor belátják azt, hogy a tudomány és a technológia együttese segíthet abban, hogy a nagy környezeti problémákat megoldjuk. Professzor úr, köszönöm szépen a nyilatkozatot és az interjút. A reális zöldek számára ez egy iránytű lesz, és remélem, hogy a két egyesület hatékonyan tud küzdeni a szakmai és tudományos igazságokért. Köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.